Narancs, rózsaszín, citromsárga, több színben pompáznak a tulipánok ennél a nyíregyházi virágosnál. Főleg ezeket és a tavaszi csokrokat keresték a vásárlók nőnapon. Hétfőn még ez alkalomban nyitva maradhattak, ami nagy könnyebbséget jelentett számukra. Igaz, a vágott virágot már azelőtt beszerezték, hogy kiderült volna, csak kettől kell bezárniuk. Amit pedig a hét első napján nem tudtak eladni, azzal a kéthetes kiesés után már nem fognak tudni mit kezdeni. Azt mondják, hogy örülhetnek a virágosok, hogy kaptak egy napot, csak ez tulajdonképpen az a baj, hogy ezt nem veszi senki figyelembe, hogy ez egy romlandó. Tehát, mint ahogy az élelmiszer, az ugye nyitva lehet, mi nem lehetünk nyitva, és nekünk ezt el kell adni. Tehát volt már ugye ez a ballagással, az esküvőkkel, a családi rendezvényekkel, a nagy születésnapokkal, névnapokkal, ez mind kimaradt nekünk a tavalyi évben. Tehát egy kicsit úgy érezzük magunkat, mint a középső gyerek, tehát amikor egy nagyot kell leszidni, akkor a nagyokhoz tartozunk, ha a kicsiket, akkor a két kicsi rossz, tehát mi tulajdonképpen sehova nem tartozunk. Utalt ezzel arra, hogy velük szemben azok a nagyáruházak nyitva maradhattak, amelyek szintén foglalkoznak virágértékesítéssel. A szakember azt is problémának tartja, hogy például a temetésekhez nem tudnak virágot, koszorút biztosítani a következő napokban. Nem csak a virágosok zártak be ugyanakkor, rengeteg üzlet nem nyithatott már ki hétfőn sem. Kivételt jelentenek ugyanakkor az élelmiszerüzletek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági és erdészeti tevékenységhez nélkülözhetetlen anyagokat és eszközöket árusító üzletek, valamint az állateledelt, takarmányt forgalmazó boltok és a piacok. Néhánytól eltekintve a szolgáltatások is szünetelnek. Ebben a nyíregyházi bevásárlóközpontban is bezárt az üzletek nagy része, nagyjából a kétharmada. Azok az üzletek maradhattak csak nyitva a kormányrendelet alapján, amelyek tényleg a mindennapi ellátáshoz szükségesek. Ugye ez a mindenki által tudott élelmiszerbolt, drogéria és banki szolgáltatást nyújtó egységek. Én úgy gondolom, hogy ezt a két hetet mindannyiunknak ki kell bírnunk, át kell vészelnünk, és a legfontosabb, hogy ennek legyen egy pozitív hatása a koronavírus világjárvány helyzetre, és remélhetőleg az előrejelzések alapján talán húsvéttól vagy húsvét utáni időszaktól már lehetnek enyhítések. A kormány azért döntött a két hét szigorításról, hogy húsvétkor lehetőség szerint újra lehessen indítani az életet. Míg bölcsödébe továbbra is lehet vinni a gyerekeket, az óvodák és az általános iskolák április 7-ig, vagyis az átütemezett tavaszi szünet végéig nem nyithatnak ki, utóbbiak digitális oktatásra álltak át. A bővítés alatt álló jókai iskolában számítottak a lépésre, így a múlt héten már egyeztettek is erről a pedagógusokkal. Hétfő rendben elindult a digitális forma, köszönhetően annak, hogy fel voltak készülve a helyzetre. Mi azzal kezdtük a tanévet az idén, hogy a gyerekekkel még egyszer átvettük a Google Classroom-nak a használatát, mert ezt a platformot használjuk az iskolában. Ennek az intézményesítése már tavasszal megtörtént. És természetesen széleskörű tapasztalatokat szereztek akkor a tanárok, de most ezt lehetett tudatosabban. Ezzel kapcsolatban történtek tudásmegosztások tantestületen belül. És ki is próbáltuk, létrehoztuk az új tantermeket, mert tantermeknek hívják azokat a kurzusokat, amin keresztül folyik most a munka. Az önkormányzatok kérésére azonban az intézményekben biztosítani kell a gyermekfelügyeletet. Erről a jókai iskola is értesítette a szülőket, ugyanakkor kérték, hogy csak szükség esetén vegyék igénybe. Itt összesen csak 3 tanuló szülei éltek a lehetőséggel, a gyerekekre pedagógiai szakasszisztensek felügyelnek. A hétfőn életbe lépett korlátozások részeként országszerte bezártak a bíróságok is. Az hétfő kora délutánig még nem derült ki, hogy mindez teljes ítélkezési szünetet jelente a május 27-ig tartó időszakban, vagy a tavaly tavaszi első hullámhoz hasonlóan bizonyos ügytípusokban online tárgyalásokat tartanak majd.